A koronavírus járvány miatt újra haladékot kaptak a furt és ásott kutak tulajdonosai, így decemberig mégsem kell bejelenteni az ingatlanjaikon használt vagy azon lévő vízi létesítményeket. 2018-ban még bizonytalanságot okozott az új jogszabály azokban, akik régi kutjaikat szerették volna megtartani, de nem tudták, hogyan kell azt megfelelően bejelenteni. Akkor haladékot adtak a kerti kutak és a mezőgazdasági furt vízi létesítmények tulajdonosainak egyaránt, ami idén decemberben járt volna le. Újabb hosszabbítás történt. A vízgazdálkodásról szóló törvény előírta, hogy legelsőnek 2018. december 31-ig kell benyújtani ezekre a kutakra. Ez vonatkozik mind az ásott és a furt kutakra is egyaránt, a fennmaradási, illetve a megszüntetési engedélyt. Ez az építető dönti el minden esetben, hogy be szeretné tömedékelni, vagy pedig szeretné, hogyha fent maradna ez a kút. Tehát 18. december 31-ig volt az első határidő, amit meghosszabbítottak 2020. december 31-ig. Az országgyűlés viszont döntött arról, hogy ez a határidő ismét meghosszabbításra kerül, és 2023. december 31-ig lehet benyújtani ezeket az engedélyeket. Ezt az engedélyt mindenhol a települési önkormányzat jegyzője adja ki, tehát jelen esetben itt a műszaki osztályra lehet benyújtani a kérelmeket, amely illetékmentes, és a formanyomtatvány a Sátoraljai város honlapján megtalálható. A határidőn belül tett bejelentések mentesülnek a különböző díjak, bírságok megfizetése alól. A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízijogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül vagy attól eltérően kerül megépítésre, fennmaradási engedélyt kell kérni rá. A beadvány mellé csatolni kell néhány dokumentumot, szakvéleményt, ami pénzbe kerül. Talán ezért is érthető, hogy a tulajdonosok kivártak, mert csak néhány ilyen engedélyezési kérelem érkezett be eddig a Sátoraljaújhelyi hivatalhoz. Szükséges hozzá egy tervdokumentáció is, amit arra jogosult tervezővel kell elkészíteni. Eddig nagyon kevés ilyen eljárásunk volt, de reméljük, hogy mindenki be fogja nyújtani ezt a meghosszabbított határidőig, és minél kevesebb esetben kell majd bírságot kiszabnunk. A jogalkotó tehát újabb 3 évet ad a kutak tulajdonosainak, akik jobban járnak, ha számolnak az engedélyezéssel, mert bár ez illetékmentes, a bírság akár 3000 forint is lehet, ha nem jelentik be kutyaikat 2023-ig.